Szeretettel köszöntöm Önöket élőben a Nyitány jelenetíró pályázat eredmény hirdetésén a Pesti Magyar Színház Sinkovics Imre színpadáról. A pályázatot november végén hirdettük meg a karantén utáni élet témakörében. Olyan etüdöket vártunk, melyek a karantént követően elképzelt időszakról szólnak. A maximum 4 szereplős színpadi jelenetek műfaját tekintve vígjátéki, drámai, abszurd hangulatú művek egyaránt lehettek. Felhívásunkra 193 pályamű érkezett, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Deres Péter dramaturg által a legjobbnak ítélt 7 jelenetet állítottuk színpadra művészeinkkel, amelyeket az elmúlt hetekben tekinthettek meg nézőink. Lássuk, melyek voltak ezek. És nagyon egyéni a stílusa. Miért nem lehet engem hagyni? Békiben. Ha minden szavasz éjjel, elrakom. Meg lehet nyugodni. Bizony meg tudott lepni még engem is. Mi itt 2 hónapja azt játsszuk, hogy Gizi néni még mindig covidos, a járvány még mindig tart, és egyébként minden a legnagyobb rendben. Zizi, Bambi, Vatta, Cukor, meg Darth Vader, töke. Kiváló karakterek. De megváltoztál! Egy hónapja kaptam argentin vakcina! Argentin? Ah, ne! Tetszett a sztorinak a bátorsága. Szóval, ha te nem lennél, én már rég börtönbe ülnék. Szerintem már megbolondultam volna. Figyelj, Dávid, kar van! Vagány, fiatalos üde. V-generáció. Az mi? Vírus generáció! Bátor, bátor témaválasztás. Semmi, ezt nem bírom tovább. Hova, csak semmi. Hogy miként? Engem a felszínre az erőd, de te irányítsd őt, ne ő téged. Ez bizony egy profin felépített, professzionális jelenet. Hát hová megyünk? Hová? Hová? Egyenesen a mennyeknek országába. A pályaművek sorsát az Önök kezébe tettük, kizárólag a nézői szavazatok döntötték el, hogy kinyeri a 30, 50, illetve 100 ezer forint pénzjutalmat. Rekordszámú szavazat érkezett a pályaművekre, összesen 19.437. A tegnap éjfélig beérkezett szavazatokat véglegesítettük, mely alapján megszülettek dobogósaink. Most pedig átadom a szót dr. Zalán Jánosnak, a Pesti Magyar Színház igazgatójának, hogy hirdesse ki a győzteseket. Szia, Ancsa! Szia! Szép jó estét kívánok! Örülök, hogy együtt lehetünk itt egy kicsit, most ha személyesen nem is, de így a kamerákon keresztül, így az online térben. 19.000, több mint 19.000 szavazat, ez fantasztikus szám. Nagyon örülünk neki, hogy ennyien néztek bennünket, és ennyien szavaztak. Ez nagyon fontos, és jól mutatja, hogy Önök szeretik a színházat, szeretik a mi színházunkat, a mi színészeinket is, és ez nekünk erőt ad. Köszönjük szépen! Ugye, ahogy Ancsa említette, a témája a jelenetíró pályázatnak sok fejtörést okozott nekünk, mégis rájöttünk arra, hogy a vírus helyzet az átvette az uralmat felettünk, és szinte megkerülhetetlenné vált, részévé vált a mindennapjainknak. És nem tudunk úgy gondolkodni, hogy valamilyen formában ez ne jusson eszünkbe. Már csak azért is, mert rengetegen vagyunk így, mi is, és Önök is, akik személyesen érintettek. Vannak komoly veszteségeink is, és ezt nem könnyű feldolgozni. Nagyon sok erő kell hozzá, hogy közösen együtt a jövőbe nézzünk, és egy picit bizakodjunk, hogy van élet a Covid után. És azt gondolom, hogy az bizonyítja, hogy ilyen fantasztikus számú, jó humorral telített
izgalmas pályamű született, hogy önök is úgy érzik, hogy valahogy ezt a nehéz helyzetet sokszor derűvel, humorral, talán néha egy kicsit könnyebb feldolgozni, mint anélkül. És akkor most nézzük a nyerteseket. Három boríték van nálam, kezdjük a hármas számúval. Rutkai András, érettségi találkozó. Gratulálunk! Nézzük a második helyezettet. Varga Bíró Tamás, csendesen múló idő. Gratulálunk! És nézzük, hogy ki lett az első. Az első Tallér József. És most nagyon kell koncentráljak, mert egy hosszú cím következik. Történet arról, hogy nomád csongor Zagyvarékason járt, és ez keresztül húzta házassági terveit, hogy másról már ne is beszéljünk. Gratulálunk neki! Köszönjük, hogy velünk tartottak, és figyelemmel kísérték pályázatunkat. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb vége lesz a világjárványnak, az emberek elkezdenek színházba, művészeti eseményekre járni, újra beindul a kulturális élet, és hamarosan személyesen is találkozunk. Addig is jó egészséget, és további szép estét kívánunk! Köszönöm.